Budapestől San Gimignano közel 1000 kilométerre fekszik. Ez a toszkánai kisváros Siennától északnyugatra, Firenzétől délnyugatra található. A középkori település az etrusz települések jellemző módon domtetőre épült. San Gimignano híres fehérboráról, a Vernaccia di San Gimignanóról is, melyet a környéken termesztett szőlőből állítanak el. Nevét Szent Geminianus püspök nev után kapta, aki a hagyomány szerint megvédte az itáliakat Attila hunjaitól. San Gimignano gazdasága 1348-ig virágzott, amikor az európai pestis járvány következményeként csaknem egészen elnéptelenedett. Ekkor vált Firenze Toszkána legjelentősebb városává. Ugyanakkor a város fejlődésének megtorpanásának is köszönhető, hogy napjaikig fennmaradtak a középkori vár maradványai, konzerválódott a középkori város struktúra, szinte teljes épséggel megőrződtek a több mint 6-700 éves templomok. A Piazza della Cisterna nevét a téren álló föld alatti ciszternáról kapta, mely 1287-ben épült. Piazza del Duomo a Piazza della Cisternához kapcsolódik. Híres épülete a 13. századi Palazzo Comunale, avagy Palazzo del Popolo. Tovább az 1239-ben épült Palazzo Vecchio del Podestà és San Gimignano legmagasabb ma is álló tornya, az 1300-ban befejezett 54 méter magas Torre Grossa.
Szintén a téren áll a Collegiata di Santa Maria Assunta, más néven Duomo di San Gimignano, amelyet 1056-ban szenteltek fel. Kívülről egyszerűnek tűnik, de a belső tere gyönyörű. Az egyik oldalon ószövetségi, a másik oldalon újszövetségi jeleneteket ábrázoló freskóiról híres. 1148-ban szentelték fel, és 1932-ben 11. Pius pápa bazilika minor méltóságra emelte.